Ebben az órában a lemezeket DJ Bambuze pörgeti. Csak a legjobb zenék, csak a legjobb helyen DJ FM. Szevasztok srácok, újra itt vagyunk a DJ FM Mix műsorában, és a jól megszokott Bambuze stílusban érkeznek a legmenőbb felvételek. Innitől kezdve lemezjátszok, de jó magam Demeter Csaba, és én pörgetem nektek a legtrendibb dalokat! A felvétel a Violának szól, 32. születésnapja alkalmából. Sok-sok szeretettel Sajó Szentpéterre küldeni neki édesanyukája, aki szintén Viola, és üzeni neked anyukát, hogy nagyon-nagyon szeret, kívánja, hogy minden álmod teljesüljön! Gyere, 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 hopp, hoppá! A Violának szól a dal, 32. születésnapja alkalmából, akit utánozni lehet, de utolérni soha! És üzeni neked anyukát, hogy nagyon-nagyon szeret! Kívánja az Isten hatalmas áldását születésnapod alkalmából! És továbbá köszönteni a két tesója, a Zsolti és a Márk egyenesen Angliából! És köszönteni a Krisztike és a Gyöngyike! És üzenik neked, hogy nagyon-nagyon szeretnek! Hopp, hopp, hopp! Gyere! Hopp, hopp, hopp! Most kapcsolódott valami srácok, ez itt a Tuzsi Online Web Rádió, ez itt a DJ FM Mix műsora, és a mikrofonnál és a lemezjátszóknál jó magam, Van Buzze! A felvétel Sajó Szentpéterre szól, a Violának 32. születésnapja alkalmából. Sok-sok szeretettel köszönteni a drága szép családja, és üzenik neked, míg világ a világ, mindig melletted lesznek. Boldog szülinapot! Hopp, hopp! Neked édesanyukát, hogy nagyon-nagyon büszke rád! Mi világ a világ, mindig fogni fogja a kezedet! És soha bántódás nem érhet téged! A Violának a Sajó Szentpéteri királynőnek szól! Figyelj!
a legjobb helyen, DJ FM. Minden ember életében eljön az a pillanat, mikor rájön a tiszta szép, kell a nagy világnak. Csalódni kell, nézni kell, és akkor csak a legmenőbb zenék, csak itt sehol máshol, csak itt a zenék fellegvárában. Hopp, hopp, jabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba. Gyere, hopp, 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 megeinom a szép testvérem. Gyere, gyere, hopp, hopp, így vágjuk vérem. És köszöntelék a sógornővé, a Krisztike és a Gyöngyike. Szól a dal, még mindig 32. születésnapja alkalmából. Aki tud táncolni, lehet utolérni soha.